vagyunk Krétán, és nem azért Krétán, és nem is azon a fehér, gusztustalan Krétán, hanem a görög Krétán végre. Egy erős indítással érkeztünk, azzal fogadtak minket itt a Rekrionban a szálláson, hogy törölve van a foglalásunk, aminek rettenetesen örültünk. Elkezdtünk újabb szállást keresni, aztán végül megoldották nagy megkönnyebbülésünkre, úgyhogy most beugrottunk egy nagyon szimpatikus humuszbárba, ahol valami kis falafeles ebédet fogunk fogyasztani, mert olyan korán kezdtük a napot, hogy már éhesek vagyunk, meg persze szangasak. Ja, itt vagyunk a szállásunknak a tetőteraszán. Majdnem ugyanez látszik egyen lejjebb a mi szobánkból is. Van egy kis szimpatikus bár, de most egyelőre elmegyünk vacsorázni. Egy ókorból megmaradt kút részletét látjuk. Rajta az ornamentika. Mérsékelten elvesztette valaki a fejét, de ott látjuk, hogy ott jött belőle valamikor a víz. Mai nap igazi fogadja a szimpatikus turistákat, meg minket. Annak a híres görög, nagyon híres pontosan először elnöknek a szobra, aki mérnök volt, és mérnökként csatlakozott be kommunista mozgalomba, és lett is belőle görög miniszterelnök akkor egyébként. Kigyalogoltunk itt ezen a laza kis sétában.
tányér, még a szomszédos sziget is látszik, csak ezen majd vissza is kell menni. No, behatoltunk az erődbe, a Sea Fortress, tehát a tengeri erődként is emlegeti, leginkább a velenceiek emlegették így, de már a ókori görögök számára is egy erődként funkcionál ez az építmény itt a tengerpartján, Heraklionban. Nagyon jó itt minden, csak az ásványvíz egy kicsit zaros. Most egy szigetre megyünk, amit egy magyar lányról neveztek el, aki a családjával és a barátjával járt itt. És annyira szép volt ez a lány, hogy egészen zavarba hozta a görögöket, és meg is egyezték nagyon a nevét, folyton kiabálták, miután elment akkor is még a nevét. És ez annyira nevetségesítette őket a többi sziget lakóinak a szemében, hogy hát nevetségesen el is nevezték erről a lányról a szigetet. Ezt a lányt úgy hívták, hogy Santo Renata, hát ők csak kiabálták, hogy Santorini, Santorini, és ezért lett ugye Santorini neve, Santorini. Na, itt vagyunk Firában, ami Santorini fővárosa, úgymond. Ott ül az asztalnál fehér baseball sapkába és rövid nadrágba Krisztóf, aki az idegen vezetőnk, és úgy döntött, hogy itt fogunk ebédelni mind. Tehát az egész buszt ide beterelte az El Greco nevű étterembe, ahol tulajdonképpen vártak is bennünket, és az emeleten leültettek, úgyhogy itt teszünk, úgy alakult. Elvileg nem olyan rossz ötlet ez. Itt vagyunk Knossosban, aminek röviden a történetét meg tudom összefoglalni. Minosz király jósatot kért, hogy ő lesz-e az uralkodó, persze akkor még nem volt király, vagy a testvére, és Poszeidon
azt javasolta neki, hogy ő lesz, aminek a jele az volt, hogy egy fehér bikát küldött neki. Annyira megtetszett neki a tengerből kijövő fehér bika, hogy nem azt áldozta föl. Ennyire okos volt, hogy majd ő átver egy Isten. Ez nem annyira jött össze, mert rájött a cserére, hogy egy másik bikát áldoztak föl Poszeidon, és ezért megbosszulta ezt. Méghozzá oly módon, hogy a feleségét, már hogy Minosz feleségét, az az őrületbe kergette. Olyan szinten, hogy összeállt egy bikával ez a szimpatikus feleség, és ebből létrejött a Minotaurus, igen, ezzel a fehér bikával. És a Minotaurus ugye az a bika fejű és embertestű szörny, amit egy labirintust épített, mert be is zárt ide Minosz király. A történet azzal folytatódik, hogy az aténiak megölték Minosz fiát, akire féltékenyek voltak a sport teljesítményei miatt, és ezért Minosz király bosszúból évente egy, vagy 9 évente egy, vagy 7 évente egy, vagy 7 évente 9, vagy 9 évente egy, tehát ahány verzió annyi a mitoszoknál, ahogy ez lenni szokon, ifjút, illetve szüzet követelt magának Athénból. Ezt egy darabig csinálták is, de egy ponton Tézeusz önként jelentkezett, hogy na majd ő megy, és akkor majd ő megöli ezt a Minotauruszt, ami a szüzeket követeli magának. Na most a lánya is volt ennek a Minosz királynak, az Ariadné, aki viszont beleszeretett Tézeuszba, kötelező elem, és ezért adott neki egy kardot, amivel le tudja győzni a Minotauruszt, illetve a fonalat, amivel ki tud találni innen a labirintusból. És hát természetesen happy endje lett a történetnek, ahogy az már csak lenni szokott. Ágyos Nikolaosztól éjszakra. Jobbra, tölts. Aha, itt vagyunk a hídnál, ezzel fogunk átmenni. A leprások szigetére, de aggodalomra semmi ok. 1903-ban, hát autóval vagyunk, 1903-ban használták, jobbra menj majd a híd után. Aha. Jobbra, aha. Na tehát, itt vagyunk Aigeus Nikolaosztól északra, a leprások szigetén, ami egy jó nagy sziget, délre egy pici szigettől, ami az utolsó erőd volt, amit a törökök nem vettek be. De ez a sziget 1903-ban szolgált a leprások elkülönítésére, tehát aggodalomra semmi ok. Ez azért már pöppet régen volt, viszont gyönyörű. Szemben a krétai szigetnek a hegyei, amik Krétának a keleti oldala, és mellette ez a kis sziget, ami azért hát nagyobb, mint maga Aigeus Nikolaosz városa, tehát azért ez annyira nem kicsi. Aigeus Nikolaoszban vagyunk, ami gyalog nagyon szép, ez itt nem egy tó, ez itt maga a tenger, csak ide be van vezetve, és
gyalog, sétálni, város nézni, turistaként, tényleg olyan kellemes. De autóval egy horror. Gyakorlatilag minden utca egyirányú, szűk, eszméletlenül meredek, és mindenki minden irányból egyszerre akar jönni, és mindenki megvan róla győződve, hogy neki van elsőbsége. Úgyhogy letettük a kocsit, és úgy döntöttünk, hogy szépen, ahogy az kell, sétáljuk ezt a belvárosi részt. Vannak helyzetek, amikor az egérnek van szerencséje. Na, ilyen legenda számba még. Jó, de... Ez már a betonon. Az igen. A videó nem mond el, mivel tulajdonképpen ezeken a hegyeken itt Kelet-Krétán olajligetek vannak, tömény olajfa illatot fúj az esti szél. Azért ezt meg kell állapítani, hogy ezen a ponton, bár két részletben, de dübörög az üvegtigris feeling. A semmi szélén, itt a parton a büfé is megvan, a lakókocsi is, csak egy kicsit más a tó.